A Győri Audiatok következő szezonra kialakított 20 fős keret Tomori Zsuzsannával lesz teljes. A 149-es magyar válogatott hosszú sérülést követően tért vissza idén januárban a csapathoz, a közelmúltban pedig úgy tűnt szerződése lejárta, után nyáron távozik Győrből. A klub most mégis szerződést hosszabbított a balátlövővel. Barta Csaba klubelnök azt nyilatkozta, Tomori megmutatta, hogy a csapat céljai elérésében nagy feladatokat képes végrehajtani, ezért korábbi döntésüket átgondolva úgy határoztak, hogy egyéves szerződést kötnek vele, amit a játékos el is fogadott. Két fiatal Győri nevelés Korsos Dorina és Lakatos Rita is hosszabbított az etóval. A 22 éves kétszeres bajnokok ligája győztes Korsos három éves kontraktust kötött az etóval, míg a 17 éves rendkívül tehetséges Lakatos Rita 5 éves szerződést írt alá. Mindkét játékos kölcsönben folytatja pályafutását, Lakatos Vánc, amíg a német mecingehez kerül. A klub mindkét játékos mellé kinevez egy szakmai vezetőt, aki figyeli a fiatalok pályafutását. A vezetőség később azt szeretné, hogy a lehető leghatékonyabban visszaépítse a két tehetséget az Audi keretébe. Az Eto első csapatában készülhet és szerződést írhatott alá junior korú játékos is, a fentállására Bino Boglárka, Pál Tamara, és Varga Emőke.